Sziasztok, Pala vagyok, és ez itt egy koronavírus vlog, nem, ez egy hétfői keddi vlog. A hétfői vlog kedden fölvéve koronavírus témakörben. Mindegy, intro. Szóval az a helyzet, hogy kitört a koronavírus pánik, illetve maga a koronavírus járvány, mint világjárvány, ugye kicsing földgolyónkon, és alapvetően igaz az, hogy elsődlegesen az idősebb férfiakat viseli meg a legjobban a dolog, de alapvetően, alapvetően azt mondjuk, hogy a 50-60 fölött már veszélyesnek számít a koronavírus fertőzés ez alatt is vannak ugyan megbetegedések, de nem, nem ez az elsődlegesen jellemző dolog. A, és hát elindult az éhezők viadala is ugye a, a, különböző boltokban, úgyhogy ö, ö, hát előjött az, hogy az elmúlt egy hetem az úgy nagyjából azzal tett, hogy az amúgy is informatikusként ugye jelentősen sok karanténgyanús szituációba tartozkodunk, tehát, hogy be zárva a lakásba, nem szabad kimenni, és ugye nyitva lesz mindenféle bolt, mit tudom én, mondjuk ha a feltétlenül fontosakat veszik, hogy élelmiszer, gyógyszertár, dohány volt benzinkút, mondjuk ezek azért szinte biztos, hogy folyamatosan nyitva lesznek, de rendkívül magas lesz annak az esélye, hogy megfertőzött, ugye itt a hírek is arról szólnak, hogy az olaszok a tíz nappal ezelőtti önmaguknak a tízből tizen azt a tanácsot hagyják, hogy ne menj ki a lakásból. Tehát, hogyha jót akarunk magunknak, akkor igenis el kell vonulni karanténba, önkéntes karanténnak hívják ugye ezt, mert nem hatósági, illetve vannak, akik már ugye kaptak hatósági karantént is, de ez egy másik történet, amikor nem lehet kivenni. Éppen ezért uh, megpróbálok egy kicsit uh, én is most gyorsabban, illetve sűrűbben reflektálni úgymond a dolgokra, uh, és így egy ilyen mondjuk koronavírus napló jelleggel, legyen is ez a sorozat címe egye fenyő, koronavírus karantén napló első rész. Tehát hogy azért mondom, hogy így összességében azt látom, hogy rendkívül, rendkívül magas lesz arra a, a, az igény, hogy eleve tartalmat gyártsunk, mert mindenki ott van ott fog, lát. Nem bírok beszélni. Otthon fog ülni. Hát a másik dolog meg az, hogy ehhez kapcsolódóan most, most azért így alkalomszerűen majd fogok tudni csinálni én is kis videókat. Úgyhogy uh, ilyen, ilyen hülyeségekre gondoljatok, mint hogy a, a hogyan éljük meg a koronavírust, az lejön egy vlogból. A mit főzzünk lisztből, olajból és uh, sütőporból témakörben. Tehát most mondok valamit persze nyilván, tehát hogy minimálisan belehet, belehet a, a receptúrát is hozni a dologba. Uh, azt már ugye teljesen fölösleges leforgatni, hogyan készül föl karanténra élelmiszer, kajapia, melódia. Amit, mire kell odafigyelni. Uh, úgy alapvetően, amit szoktatok enni, és tartósabból vegyél egy picit többet, uh, amit meg nem szoktatok enni, ott az, azt, az meg, azt meg neved meg, mert úgyse fogod megenni, ha nem szoktad enni, vagy nem tudom. Uh, ami, ami, ami nekem így föltűnt, tehát egy pár, pár tétel az én bevásárló listámon is problémás volt. Ilyen, az egyik ilyen az a sütőpor volt. Uh, a másik az az instant élesztő, de néztem, hogy egyébként amikor én vettem, akkor ez problémás volt, aztán már megint nem volt problémás. Tehát igazából mindig folyamatosan változik az, hogy miben van hiány, de általános áruhiány nincsen. Hétvégén láttam, nem voltam a Lidlibe, itt a telekitéren, gyerekek, egy olyan kópüres húspultot láttam a hétvégén, ahol semmi más nem volt, csak Liva máj 7000-ért, abból sem sok. Tehát, hogy azért, azért itt zajlik az élet. Anélkül, hogy álhíreket terjesztenénk, azért, azért történt egy érdekes szitó A múlt héten egy neve nincs, meg nem nevezett YouTube videóst állítólag álhír terjesztésére elővettek. Én pont azon röhögtem egyébként, hogy és honnan tudjuk, hogy áhíre vagy nem, tehát hogy már ez is szubjektív. Mindegy ráhúzták, hogy mert a kormány azt tervezi, hogy Budapestet lezárják, és állítólag ezt ő indította el, szerintem, szerintem nem, TASZ szerint sem egyébként. Tehát, hogy azért, egyszerűen a, fogták a pajt, és lecsukták, de azért útira mentek. Ha már ott jártak, áttúrtak mindent, és képzeljétek el, ennél az átkozott youtubernél találtak 5,65 gram Mario marihuána gyanús terméket. A, a, elgondolkodható az eset, hogy egyáltalán e, létező -e ez a személy, valóban letartóztatták-e, vagy ha igen, akkor nem csak ráhúzták ezt az egészet. Nekem egy kicsit nagyon gyanús a dolog, de egyébként se kell tudja megmondani, hogy ki ez a youtuber, izé, hogyha valami infotok van erre, azt nyomjátok már le kommentbe, szerintem tök jó lenne. És ö, ö, egyébként, egyébként ö, így, így azt kell mondjam, hogy ö, azért az bizok benne, hogy engem például ilyenért most nem fognak lecsukni, mert hogy ö, azért, most meg beszélek a, a vlogolok tulajdonképpen, tehát ne, nem is értem. Jó, ö, ami érdekes, nagyon-nagyon sok ö, ilyen üzletet látok, akik... Ö, akik beindították itt a kamu témát, azzal kapcsolatban, hogy úristen, csődbe fogunk menni, segítsetek, Ezért. Mint hogyha a bolt az egyébként segítene bármin is, ha nekünk bajunk van. Tehát, hogy ezt, ezt úgy adják elő, mint hogy, hogyha ö, nekünk meg kéne segélyezni mondjuk a papucs, papucsboltot a körúton. Tehát, hogy így <laughs> nem is értem. Uh, ezek csak ilyen érdekességek, mert hogy én is. Azért lapongok, mert, mert, mert borzasztó információ mennyiség áramlik kibe, naponta változik a helyzet, ö, tegnap még éjfélkor lezárják a repülőteret, ma már nem zárják le a repülőteret. Tehát, hogy így vannak problémák, vannak problémák. Ö, ugye a mai napnál már ott járunk, hogy, ö, hogy majdnem a duplájára ugrott a fertőzöttek száma, igaz, így is valamilyen 50 környékén van, de hát ö, a, azért az, hogy az hogy durván, durván nő a lét Szám, a, 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 fertőzöttek létszáma. Ö itt it, it, it szerintem, vagy vagy, vagy vagy, úgy gondolom, hogy ö, ö, szerintem nagyon-nagyon-nagyon alul van becsülve a fertőzöttek létszáma. Szerintem sokkal több lappangó beteg rohangál már ö, eleve Budapest területén. És ö, ugye lehet látni, hogy folyamatosan szegik meg a hatósági karanténokat, nem figyelnek oda magukra, nem figyelnek oda a környezetükre. Tehát ebből fakadóan én szerintem itt it, it, it már, már jóval problémásabb esetekről beszélhetünk. Uh... Nagyon nagyon sokan pánikolnak, ugye, hogy úristen, most mi lesz velünk, mi lesz a munkahelyel, lesz fizetés, nem lesz fizetés, home office, nem home office. Uh, ugye a tegnapi nap állapota szerint délután háromig lehetnek már ma is, nyitva az üzletek, és uh, uh, ami nem feltétlenül fontos. Itt mondjuk azért feltettük még a kérdés korábban, hogy és a vírus is tudja, csak délután három után szabad terjedni elgondolkodnék azon mindenkinek a helyében, hogy, hogy ne menjetek ki, hanem muszáj, próbáljátok kerülni a nagymamát, de azért távolról egy bottal adjatok neki is enni. Tehát, hogy ezért sok, sok olyan kérdés vetőd föl, mert ugye én olvasgatok azért, tehát, hogy tegnap nem teljesen el voltam úszva, bevásárlás, munka, ide, oda, amoda, hagyjuk. A, a totál kaotika volt a napom, a, de, de a mai napon le tudtam ülni, és, és, és a felhetőtek ilyen kérdések, hogy úristen, most mit fognak magukkal kezdeni az emberek, meg otthon mit lehet csinálni, meg jaj, mit meghalunk? Uh, uh, nem fogunk meghalni, ha a uh, társas uh, uh, foglalkozást tartotok, az tökéletes. Tehát a kisgyerekeseknek azt javaslom, hogy társas játékozzatok. A kisgyerek nélkülieknek azt javaslom, hogy most csináljátok meg a kisgyereket. A, az egyedülállóknak meg azt javaslom, hogy most, most ha van egy kis eszetek, akkor leültök a gépelés és játszatok otthon szép nyugisan, és közben protein szeletet esztek, mert az a legkisebb helyen a legnagyobb kalória felhalmozva. De, tehát, hogy azért mondom, hogy alapvetően a nem kimozdulásra kell felkészülni, az otthon maradásra. tízből tíz olasz is ezt ajánlja. Én is azt mondom, maradjatok otthon, és nézzetek engem. Nézegetem itt a híreket, de igazából most ilyen további, <laughs> hogy mondjam, Komoly, komoly esemény nem történt, egyelőre itt tartunk, én is próbálok ennek megfelelően létezni, ami azt jelenti, hogy nekem, nekem elvileg, hogyha nem jön közbe semmi extra, akkor én a mai napon még el kell menjek egyszer, mert attól még fog, meg kell csinálni az egy félgépét, tehát hogy összeomlott a Windows és otthon kéne tápmunkáznia. De hogyha ha, ha, minden igaz, akkor én így nagyjából a holnapi napon Kezdve abszolút elvonultam a világtól, ami azt jelenti, hogy, 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 hogy egy kicsit nyugodtabb időszak is következik, illetve képesek leszünk arra, hogy itt, itt mondjuk azon túl, hogy csináljunk egy napi vlogot, esetleg még egy napi játékot is föl tudjunk tölteni, úgyhogy bízok benne, hogy egyre többen fogjátok ezt is követni. És mondom, ebbe bele fog férni az is, hogy, hogy egy kicsit bocskodjunk, vagy egy kicsit, kicsit főzőcskézzünk mondjuk. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni, mert itt tipikusan a mit lehet a tartós élelmiszerből csinálni, típusú receptekre lesz szükség. Na úgyhogy... Úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, hogyha bármi hozzászólni valótok van, akkor nyugodtan nyomjátok a komment szekcióba, általában szoktam figyelni, lájkolni, like adott esetben válaszolni is, illetve, hát ez, ez, ez most a fő kommunikációs platform, ha már véletlenül otthon ülsz a koronavírus miatt, és unatkozol, legalább írjál egy kommentet, vagy valami, írd be, hogy böff, sziasztok!